Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A Dalfutár mobilitási partnere a Skoda. A Dalfutárt és a zenészeket a Shell hozza lendületbe. A dalszerző az első. Artisius. Eljött a 9. évad utolsó adása. Persze mi már dolgozunk rajta, hogy minden eddiginél ütősebb jubileumi évadot készíthessünk jövőre, ezért minden eddiginél forróbb szeretetet kérünk most tőletek. Sok-sok feliratkozást a csatornára, csengőbiggyeztést, megosztást, baráti ajánlást. Van TikTokunk, Instánk, Faceünk, sok-sok megnyomnivaló szívecske, ne spóroljatok vele. Tudjátok, szégyen a lájkolás, de hasznos. Most pedig élvezzük együtt, mire jutott egymással az évad negyedik csapata. Stúdiónap, fekete zongora, zeneszerző, szövegíró, énekes, producer. Amúgy egyébként ez a megfejtése ennek a pólónak is, sokan kérdezik. A legjobb megfejtések, hogy villamos, hév, metró, illetve hogy pénz. Nem. Zeneszerző, szövegíró, producer, énekes. Ebben a sorrendben nem hívjuk be őket, hanem ma is egy furcsálkodás lesz. Zeneszerzőnk Kristóf, aki egy gitáros dalt küldött, amiben egy igen érdekes, számunkra kedves, háromnegyedes, kicsit hagyományosabb, régi, sanzonosabb kezdet van, és innentől kezdve bonyolódnak a dolgok, mert hogy umcacca, 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 és erre nehéz ám szöveget írni, és erre nehéz ám popdalt írni. Nem nagyon gyakori, hogy háromnegyedben vannak popdalok, bár ezért előfordul. Szövegírónk Lombos Marci, akivel, ha emlékeztek, egy csodálatos énekórát töltöttünk egy ugyanilyen szép fekete zongora mellett, azóta írt egy szöveget, és ugye az örök szövegíró dilemma abban a fázisban, amikor a zeneszerző elküldi a szöveget, most ő mindenre írjon, vagy semmire se írjon, hát ő mindenre írt, szépen, sűrűn. A producerek ezt az állapotot kapták meg, és azt a felszólítást nyugodtan tekergessék szét. Én elárulom titokba, hogy nyugodtan széttekergették. Egyelőre az én fejemben még nem állt össze, hogy ebből hogy lesz dal, de ez nem az én problémám, hanem énekesünké Miller Dávidé, akivel csodálatosan táncoltunk. Ma ez viszont egy kicsit kevés lesz. Tehát kezdődjék az őrületes menet, az izgalom, mostantól kezdve eresszük el, induljon a dal az útjára! Kedves szövegíró, nem. Nem az vagy. Tudom, hogy a zeneszerző vagy. Tehát kedves zeneszerző, ha itt vagy, akkor jelezd, itt vagy. Ciao, itt vagyok. Na, szia, gyere, várok fenn a fekete zongoránál. Yes, jó, here I go. Hozzál gitárt, hoztál gitárt? Aha, itt van a gújtelele. Itt van a gújtelele? Gújtelele. Mi lehet a gújtelele? Gújtelele, 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 gújtelele. Antonio José Carreras Gújtelele című dalát ma gitáron játssza Kristóf, akinek nagyon hasonlít a neve a Meatloafra, de ő ezt már nem tudja, mert ennél fiatalabb. Így fogom várni, magabiztosságot sugározva. És itt is vagyok. Szávasz, és itt is vagy? Yes. Ja, hogy te ukulelét hoztál. Gújtelelét hoztam. Gújtelele? Van de. Olyan szó, hogy gújtelele? Szia. Aha. Most ezt a verbizből mondtad, hogy gújtelele? Nem, ez egy gújtelele. Komolyan? Mutasd meg gújtelele. Ezt én nem láttam, amikor először találkoztunk. Ja, ja. Ja, hogy gújtár és lelele. Aha. Júj. Gújtelele. És ez gitára ja. Van hangolva? Hát ugyanúgy ilyen kvártos rendszer, de... Nézem. De ja, a gitárszerűen játszol rajta. Igazából. Jó, következő
egy órában nem szeretnék veled foglalkozni, mert szeretem a hangszereket. Gyere, csücsülj le ide! Yes, jó. Nekem nagyon érdekes dolog volt az, hogy úgy kellett megjelenem egy dalt, hogy még nem volt hozzá semmilyen szövegem. Nekem ez ebből a szempontból ilyen első. Szóval nagyon sokat iment a fejemben, hogy ez mégis milyen világot fog képviselni, mert tök erősen bennem volt az, hogy ez egy milyen hangulat. Azt tudod, hogy a három negyeddel azért föladtad a leckét, mert ebben nem nagyon lehet más csinálni. Pedig te ráénekeltél, de hogy azt a mai popzene nem annyira használja ezt a igen? világot. Igen? Nekem van egy 2-3 negyedes dalom. Komoly? Ne neked. Nekem. Hát és majdnos így nem akarom piedesztára emelni magamat, de hogy... Azért ne haragudj, te és a mai popzene még nem teljesen ugyanaz, de viccelek. De hogy szivola volt a szövegírónak? Ki tudja. Szerintem ráérzett. Mintha egy nap lenne az élet, forróság, vízpart, az égbolt, aperol, lábam langyos vízbeló, kiskocsma, lángos, meg gofris, nyári leporelló, smártva lízbe a hold. Pont most, mikor bújik el a naps lélegzetem, ela elakad, odalép rám, köszön, hello, holnap hazarúvog vonatom messzi-messzi vármegyébe, most jön a hétfő és az átlagos meló. Amikor először meglettem a szöveget, akkor volt bennem azért egy-kettő gondolat, meg felvetés. És most, mikor bukkan fel a naps lélegzetem, ela elakad, odalép csókot a csáó, mindjárt hazarúvog vonatom messzi keleti vármegyébe, s tudjuk, ebben nincs ráció. Még egyszer játszunk most úgy, mintha egy nap lenne az élet, hogy kiszálljon végre a mókus a kerékből, mint a kamasz, akit éjszaka megszakadt szíve hajt egy kavaszakival, nagy gázzal torony iránt, ami a végtelen semmi felé dől. Wow. Mit szólsz hozzá első blikre? Nagyon izgi. Abszolút van amúgy átfedés így az én világom, meg a szövegvilága között, viszont egy csomó olyan szövegi dolgot alkalmaz, amit én soha nem csinálnék, de... Például mi az, amire azt mondod? Hát ilyen szóhasználatbeli hülyeségek, de amúgy... Valami neked testidegen, vagy mutass egyet, amit nem használnál? Hát ez a kavaszak is dolog, ez hirtelen így nekem kicsit levált, meg a vármegyés. Szlemes? Vagy milyen? Amúgy? Ez egy jó leírás. Keleti vármegye, az nem tudom, hogy ez pontosan mit akarhat, de... Hát nézd, a szerzőnek is lehet lelke, lehet, hogy ez ő neki jelent valamit, vagy ez abszolút. Nem a zenéből olvasta ki, hanem saját magából. De mindjárt megkérdezzük tőle. Igen. Mit szólsz hozzá? Yes. Kedves szövegíró, ha hallasz engem, elváltoztatott hangon jelezd, itt vagy? Itt Robert Tétel, Vétel. Akkor várlak fönn a fekete zongoránál, mert itt vagyunk a zeneszerzővel. Mindjárt megismerkedtek, és szupi lesz a buli. Hogy van az eleje? Ugye nem volt fogsz lenni. És akkor igazából csak ilyen perbasszusokat játszol. És akkor viszont a végén. Gyere, ismerkedjetek meg! Szevasz, Lombos Marci. Szervusz. Szia. Szia, Krisztus. Lombos Marci, szia. Örülök. Gyere. Tényleg, gyere. Amikor meghallottam a demót, akkor kifejezetten éreztem benne egy ilyen érzelmi túlfűtöttséget. Ez az érzelmi túlfűtöttség felülírja egy picit a logikát, vagy a rendszerben való gondolkodás, de szerintem ez egyáltalán nem probléma, mert hogy ez volt az, amiben nem megnyitotta azt a kaput, amiben én is ezt a túlfűtöttséget éreztem, szerelmet akartam, valami nagyon-nagyon felkavarót akartam, ami szívbe markol. Forróság, vízpart, az ég volt a perol. Lábam langyos vízbeló, kis kocsma lángos, meg a gófris nyári leporelló, s mártva lízbe volt. Pont most, mikor bújik el a nap, lélegzetem elakad, odalép, s rám köszön, hello. Holnap hazarob a gonaton, messzi, vármegye, itt el. Messzi, vármegye, de jó, ezt Yeah. Pontról-pontra elkaptad, mert vagy én, vagy én az átlagos meló. Nagyon szépen rájöttem, hogy csak nekem kellett még eddig megkerestem. Eddig okay. Ja. És itt a refrénnel vagyunk egy kicsit megakadva. Csináljuk már azt, hogy először te elénekeled azt, szöveg nélkül, amit te odaérzel. Te
Oké, okay. Akkor most megpróbálom, vagy megmutatom, hogy én hogy gondolom. Yes. Azt kéri, játszunk most úgy, mintha egy nap lenne az élet, hogy kiszálljon végre a mókus a kerékből. Mint a kamasz, akit éjszaka megszakadt szíve hajt, egy kavasz, aki van nagy gázzal torony iránt, ami a végtelen, semmi felidő. Ja, tök jó. Szép, ez a nagyon jól gurul itt, ez a kamasz, akit éjszaka megszakadt szíve hajt, egy kavasz, aki van. Köszönöm szépen. De az előbb még azt mondtad, hogy ez neked furcsa, ez a kavasz. Hát figyelj, attól függ, hogy nekem, hogy egy kamasz, akit éjszaka megszakadt szíve hajt, ugye vár ilyen zárt szájjal, akkor működik. Nem, hogy csak hűlök. Yeah. Kedves énekes, ha hallasz, elváltoztatott hangon jelezd, itt vagy? Igen. Ha készen állsz rá, akkor szeretettel várunk a zeneszerzővel és a szövegíróval a Fekete Zongoránál. Gyere! Na? Mi ő? Ki ő? Vajon? Jól csináltam, amúgy szerintem. Ez még bármi. Most meg elhiszek mindent. Jó, Soma van a Gésától. Kezdve bárkinek lehet ilyen hangja. Kérdezett, hogy ki ő. És ekkor a mi barátunk Müller Dávid. Ne vissza! Te nagy virágyom! Gyere, szevasztok! Sziasztok! Gyere! Yeah! Ismertek egymást? Nagyon jó osztok! Már dolgozt! Ismertek egymást? Igen! Csákágy! Amikor először beléptem a Fekete Zongorához, akkor megkönnyebbültem, mert a bent lévő csapatból mind a két tagot ismertem. Marcival dolgoztunk együtt egy pár évvel ezelőtt egy zenei projekt kapcsán, úgyhogy már volt is szöveg, amit énekeltem tőle. Kristóffal pedig zeneírótáborban találkoztunk. Volt egy olyan esténk, amikor így eléggé jól működtünk együtt, és így kerestük egymás társaságát, és együtt zenéltünk, úgyhogy azt éreztem, hogy ez eddig jó. Gyerekek, akkor ez így ilyen értelemben eddig összeállt a csapat, lehet vibe-olgatni, bármit is jelentsen az. Tudod te. Mindenki tudja. Ezt muszáj elmesélnem, minden generáció elnevez dolgokat valahogy, és azt képzeli, hogy ezzel elrejti. Amikor mi gimnazisták voltunk, nem mertünk alkoholt venni, hanem mindig rábíztuk valakire, hogy egy valaki vegye, hogy akkor legalább a többi védve van otthon. És akkor viszont egész pénteken hívogattuk egymást, hogy megvan-e a dolog. A dolog. És ezek a telefonok mentek vonalas telefonon a szüleink előtt. És én voltam a soros egyik pénteken, 50-en hívtak. Te, András, megvan a dolog. Meg. Jó. Fésülködés, zselézés, öltözködés, nagy kinkeservel indulok el, állok a liftnél, anyám jön a szatyorra utánam, hülye gyerek, a dolgot otthon hagytad, és a 6 vodkát hozta ki, végig nyilvánvalóan tudták, hogy mi lehet a dolog. Ennyit a vibe-ról. Figyelj, elkezdtük énekelni a szöveget, csatlakozz be, hogy mindent összerakjunk ahhoz, hogy majd a producer nem sokára darabokra törje az egészet. Most épp ott tartottunk, hogy Marci megmutatta, hogy ő hogyan gondolta a szövegírást. Hát azt én is meghallgatnám. Oké, nyomjuk. Még egyszer, Muti? Én itt vibe-olgatok hátul, jó? Forróság, vízpört, az égbolt a perol, lábam langyos vízbe lóg. Kis kocsma, lángos, meg a gofris, nyeri leporelló, s mert van iszbe hold. Pont most, mikor bújik el a nap, s lélegzetem el, ha elakad, odalép, és rám köszön, hello. Holnap hazarobog vonaton, messzi-messzi vár megyébe, jön a hétfő és az átlagos meló. Én rögtön belehelyezkedtem, és elraktam benne magamat, az már egy másik kérdés volt, hogy már éreztem a demóhoz képest is, hogy én ezt nagyon máshogy fogom énekelni valószínűleg. Forróság, vízpart, az égbolt a perol, bábam langyos vízbe lóg. Kis kocsma, lángos, meg a gofris, nyári leporelló, smárt valízbe hold.
mikor bújik el a napsébe, szedtem el a elakadt odalég, és rám köszön, hello. Holnap az a rovog vonaton messzi, messzi vármegyébe, jön a hétfő és az átlagos meló. Megmondom őszintén, tegnap éjszaka munka után hazaértem, meghallgattam még egyszer, mondtam, hogy az első verze az megvan, a refrént azt nem tudom, de mondom, nem is fogom kitalálni, mert majd ők velük együtt kíváncsi vagyok, hogy ők, hogy így mit akarunk együtt így forrasztani, meg így főzni. Igen ám. Igen de ám, de a producerek. Mit mond a producer? Nagyon érdekes lesz. Kedves producer, ha hallasz engem, elváltoztatott hangon jelezd. Hallasz? Hallasz. De te hallasz. Én hallasz. Akkor gyere fel. A fekete zongoránál itt vannak a többiek. És szembesítünk. Oké. Okay. És elváltoztatta a hangját. Hát, vagy se. Nem. ez is előfordulhat, hogy... Az is előfordulhat, hogy ő egy szigorú valaki. Wow. És nem fogad nekem szót. Mm. Én kicsit ezt éreztem. Mm. Elképzelhető. Csak azért sem akarta elváltoztatni a hangját. Ennyire még nem figyelt négy ember egy ajtót. De. A dalfotel van. Ekkor analóg Balaton. Jó, gyertek be. Szevasz, szevasz. Szia. Zsufalba. Szia. Szevasz, Zsufalba. Zsufalba. Szevasztok, sajátok. Szia, Mille. Hát ekkor belépett az analóg Balaton, igen, és én elkezdtem remegni, mert egy, én nagyon szeretem az ő munkásságukat, én szerintem ők nagyon frissen robbantak be a magyar könnyűzenei piacra, és én nagyon szeretem azt a hangzást, amit ők képviselnek, és nem titkolt vágyam volt nekem egyszer, nem is így vágyakozás, hanem hogy, hát igen, pont egy vágyakozás, hogy basszus, annyira jó lenne velük valamit csinálni, és közben meg ott volt bennem az is, hogy most hogy fogok az Analóg Balatonra, most én nem fog rájuk írni, meg mit tudom, meg eleve milyen az, hogy ráírsz, és akkor szóval mindegy. Az Analóg Balatont én zsűriztem, előzsűriztem hangfoglaló programban, tehát kb. Így ismerem a zenei munkásságukat, különben rengeteg olyan barátom van, aki kifejezetten szereti az Analóg Balatont. Egyébként így dolgoztok sokat. Igen. Nem szomorú, hogy megint itt vagytok? Hogy meghívunk a dalfutárba titeket, és erre ugyanott vagytok, az ahol állandóan dolgoztok? Nem, szóval tök jó, kényelmes. Hallgassuk meg, hogy mit csináltak ők ebből. Attist, akit szeretettel köszöntünk ma is. Ciao. Akit megkérünk, hogy akkor adja be. Kamerák az arcokra. Lehetek én? Ez leszeltem. Á, nagyon jó. Csátok, ez nagyon vártam. Oké, álljunk meg, Attis, köszönöm, mert itt első reakciók fakadnak ki. Na, te leplezetlenül örülsz, ezt látom rajtad? Nem örülök. Te jó színész vagy örülsz? Én most nagyon boldog vagyok. Ez így szerintem. Nagyon féltem ettől, mert nem tudtam, hogy ezt hova lehetne forgatni, úgyhogy ez ennél érdekesebb legyen, vagy hogy ez valóban. És most azt érzem, hogy ez így... Tehát szerintetek ez plusz ahhoz képest? Nagyon. Amikor az előbb azt mondtad, hogy neked azért van a fejedben mindig egy elképzelés producerként is, mikor írod a dal, hogy csinálnád, azért nem teljesen ugyanaz a világotok, de hogy ez közel áll hozzád? Abszolút.
Nekem ez így rohadtul tetszik. Yeah. És én olyan libabőrös voltam közben, hogy nem igaz. Szerintem azért örültük, mert még nem hallottátok a pokol részét annak a... Nagyon jó. Nem véletlenül állítottam még most meg. Nagyon szeretnék. Mert a műsorban szükségem van ezekre a pozitív visszajelzésekre, és majd később interjúben elmondhatjátok, hogy oké, eleinte azt hittük, hogy jó lesz, és akkor beadták azt a részt. Hú, nagyon durva volt. Elkezdtek riogatni ezzel, hogy van ilyen pokol része ennek a dalnak. Hát én nem tudom, hogy ez, ha ez a pokol, akkor a jegyemet azt megváltottam. Viszonylag sokat próbálkoztunk vele, hogy az eredeti ilyen keringős 6/8-os részt, azt hogy tudjuk átültetni valami olyan ilyen környezetbe, ami egy picit közelebb áll hozzánk, de nagyjából azért megtartjuk, amit a szerzője szeretett volna csinálni vele. Sokat kísérleteztünk, főleg szerintem a 6/8-os résszel, a 4/4-es rész az pedig magától értetődő volt, az viszonylag gyorsan megcsináltuk. Nézzétek, most, hogy a stúdió munka megkezdődik. Van nekünk ilyen? Wow. Most mindenki kap egy ilyet. Igazán köszönöm. Vitrínbe elteszem majd. Csau. Igen, ez volt az innen kb. A... Ahol bejön a pumpa. Igen. Aha, onnan. És az, ez az első sora. Bocs, megfoghatom egy pillanatra? Tehát, hogy... És most bukkan fel a nap, lélegzetem elakad, oda lép csókot a csahó. Mindjárt az a robog vonaton messzi, keleti vármegyébe bízva, hogy van reinkarnáció? Nem tudom. Na, hogy ezt, szerinted ezt be tudod loopolni? Szerintem be. Képes vagy rá, hogy beloop. Egy ilyen vakancslistás dolog volt legalábbis nekem. Hogy egyszer legyünk így egy ilyen zenei légkörbe, szóval nagyon király volt. Itt a végére nyilván az van, hogy már nem tudtunk itt kitalálni, hogy hogy vigyük vissza a 6/8-ból megint 4/4-be, ezért ez a tépsztappos megoldás, mert nem tudtunk jobbat kitalálni. És az, hogy utána rögtön elindul a refrén, vagy van egy ilyen kis refrén, ilyen refrén ízét megmutogató rész, azt nem tudom, azt már... Igen. Én meg úgy írtam annó, hogy a végén van egy refrén ismétlés, akkor a második az meg van küldve így dallamilag is. Ja. Az gondolom ennek is, ha szerintem az jó helyen elhelyezzük, amikor valahol a baszatáska van, akkor az lehet, hogy elég powerful tud lenni. Jó. Nézzük meg, mert egyébként nekem nagyon tetszik, hogy így azután az ilyen rengeteg minden után így kiürül egyszer. Igen. Tehát amúgy az meg nagyon szép, lehet, hogy oda már csak ilyen hangok, kuhagás. Esetleg tudod valami ilyen, a szövegből esetleg pár szó, vagy valami, mert egyébként gyönyörű. De egyébként figyelj, ott lesz a refrén, nézzük meg. Ja. Úgy csináltunk olyasmit az Ákossal, hogy kivettünk dobot, meg a basszus az ki is van azt hiszem az első körbe véve, a dobot is ki lehet venni, és akkor csak ezek a kis pilicka gitárok szólalnak meg, ja. És aztán utána rájön az ének, vissza a dob, vissza a basszus, mit tudom én. Az is egy szép. Nektek egyébként független attól, hogy most Progress. Még csak bankó éneklés lesz, ha jól értem, de amúgy későbbiekre az ének effektezésére van valami elképzelésetek, szokásotok, vagy ami ehhez a dalhoz illik? Az van, hogy ezen gondolkoztunk, de közben meg már a te hangodat rommá küldtük. Ja. És lehet a tiédet is persze, csak hogy például van ez a végén, az konkrétan a baszatás részben, ott az vokál, azt megmutatod szólóba, kérlek. Bocsáss meg. Ez? Aha. És kiveszed a szólót. Szóval nagyon sok ilyen van
Ilyen csoport hangok a vokából? Különböző helyeken elhelyezve. Nem művészileg kérdeztem inkább, hanem időmenedzsment szempontjából. Tehát például ezeket akarjátok újraépíteni? Vele vagy használni? Figyelj, aztán... szerintem... Nem. Most egyenlóan nem ezek így működnek, ezek a hangok. Szerintem is. Jó. Mert volt annyira jó a felvétel, meg az anyag, amiből így lehetett úgy... Hát köszi, srácok. Na, akkor mankó éneklés? Mankó éneklés. De mindegy, szóval ezt így kifacsarni ebből a gutyülelés izéből, ez hihetetlen volt. És ott álltam, és mondom, jó, hát ezt most én fogom énekelni, tehát hogy ez mindjárt bemegyünk, és elkezdünk vele dolgozni. Hát nagyon, nagyon jó volt. Szerinted az lehet nem az, hogy csókot ad, csaó, hanem csókot ad, csaó, egy picit közelebb egymáshoz. Igen. Csak ha már ennyire szépen ki van számolva, akkor... Igen, igazad van. Jó, meg, jó, oké. Okay. Nézzük meg még egyszer. És most, mikor bukkan fel a nap, az út között vén a záróvonalon. És most, bazd meg, még... Igen, előrébb van egy kicsit, már szinte összelóg a... Igen, összelóg szinte sorra. A kettő, az zavar meg, bocs. És most, mikor bukkan fel a nap, s lélegzetem el, ha elakad, oda lép, csókot a csáó. Mindjárt haza robog vonaton, messzi keleti bármegyébe, bízva, hogy van reinkarnáció. Hát ez, nekem a reinkarnáció picit még cseszi a picit filmet. Picit még kiugrik nekem is. Reinkarnáció, jem. Úgy kéne, hogy reinkarnáció. Vagy korábban ki kéne gurulnia. Kicsit vagy el van nyújtva. És olyan nehéz azt énekelni. Szerintem, akkor... Igen? Nyomas. Mondjad. Hogy mi van akkor, ha nem foglalkozunk azzal, hogy van periódus? Bízva, hogy van reinkarnáció. Ja, valami teljesen. És amúgy... De azt viszont küld be, akkor legyen az ó hosszú, tehát hogy érted, az lebegjen. És szerint... Amit aztán lehet effektelni, meg ja, így. Erről mit gondoltok? Szerintem ez egy jó ötlet, mert szerintem. Egy olyan ötlet, ami csak a... Most nem feltétlenül ez a szólós, fánkos nyújtás. Lehet itt a... Várjál. Bízva, hogy van reinkarnáció, bízva, hogy van, hogyha meghosszítod, bízva, hogy van reinkarnáció. Aha, nézzük meg. Bízva, hogy van reinkarnáció. Igen, mert akkor egy picit kitölti azt a helyet. És abból jön a drop. Igen. Ami meg, hogy van reinkarnáció. Igen. Így. Meg is lehet rendesen glitchelni itt az éneket. És kész, szünet, és szünet. Szerintem ez eléggé hatásos volt. Mindjárt hazarobog van a dönt. Messzi keleti vármegyébe, bízva, hogy van reinkarnáció. Nice. Ott. Igen, és akkor ez majd ott szépen, és majd lehetne rárakni szólamokat. Szétokálózni egy picit. Így éboltam baj, két varpont, és így kihúzni idáig, bazd meg. Nice. Jó. Ja, azt ott vagy szétglitcheljük, vagy szétvokálozzuk, az úgy adja magát, hogy... Ja. Bassz meg egy Rammstein videóklipet, amikor a Keine Lust, vagy melyik az, amikor kibaszott kövérek, és így azért... Yeah. 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 Ah. De jó, bassz. Kibaszott, hogy erre, ekkora fasszal, így. Én, srácok, yes. Valamilyen perkusszív elemet még így a végre, tehát te is így mondogattad ezt a dob sztorit, hogy sima. Ide valami perket még a végén belebasznánk valamilyen. Teszünk ki pár mikrofont, és akkor valamit felütögetünk. Nagyon király. Persze. Az biztos, hogy a chemistry a csapatban az a 100 pluszos volt. Szerintem nagyjából az kell hozzá, hogy gyorsan lehessen dolgozni, hogy mindenki egy picit az egóját háttérbe tudja helyezni. De az csak ez egy minta vágod. Igen. Nem. Hogy ezt a négy beátmenésre megnézhetünk egy ötletet? Hogy ha még egy kicsit megvan az ozora tekerve egy ilyen négy beátmenéssel a felénél? Hát hogy ne nézhetnénk meg, persze.
pergőket nem ide tenném. Persze! Kis bounce. Igen. Akkor így már ez kapott a refrén. Igen. 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 Egy breakdown csinálni belőle? Rendesen. Igen, igen, igen. Ezt kell ide. Csak akkor a dobnál is loopold azt a... Főnök, hogy ráérzett? Ezt csinálj is. Melyik nép? A dobnál viszont azt is négynegyedre loopold. Ja, két ja, a szint, bazd meg, mert azt a szinti csinálja. A szint majd be kell rakni hozzá. Ja. Mert ez rámegy a noise effekt a szintire, és ettől lesz egy ilyen perkusszív jellege, csak mivel az is háromnegyedben mozog, ezért nem... Ami a? Nem lesz meg az... De ez amúgy szerintem nem baj. Igen. Azaz! Ez jó! Ja, ez jó. Direkt jó! Az kell oda. Ja, jó. Nem hallottam ki így. Muszáj megforgatni még durvábban. Nem clash-el a másik színóval? Aha. Én viszont lehet, hogy azt csinálom, hogy sútatutá, tutatutá, 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 és sútatutá, tutatutá, tutatutá, vissza megint, és utána tape stop. De én, de nem kell a tape stop, nem kell. Tehát, hogy a helyet már, ez már a refrén. Egy őrült vagy. És ez átmegy a refrén. Ez már a refrén maga. Csak nincs a körnek vége. Az jobb is. Az sokkal jobb, mert ez a tape stop, ez elég alsó polcos amúgy is. Igen, ez szerintem ez így sokkal menőbb ez jó. Megoldani. Főnök for the win. Nice. Én szerettem azt is, lehet, hogy ez nektek béna vagy nem, trivia. Nem, egyébként elég, tehát hogy easy megoldás, de nekem itt tetszett működik. Amúgy. Igen. Szerintem nagyon jól dolgozott együtt a csapat, mindenkit beleértve. Mindenki megpróbálta a maximumot hozzátenni, mindenki megpróbálta a legjobb arcát ebbe az egészbe beletenni, és amúgy ennek a legjobb része az volt, hogy azért, mert én azt láttam, hogy élvezték csinálni, és ez a legeslegfontosabb. És az Ati is annyira lelkes volt, annyira gyors volt minden, annyira pörgött, hogy vitte magával az egészet. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ez hangvételben milyen. Én ezt ilyen nagyon picibe képzelem el itt ezt az elejét, nem tudom, hogy ez... Nektek hogy tetszik? Az van, hogy nekem személy szerint a film kurvára, tehát hogy nekem átjön, azt nem tudom, hogy ilyenkor most mondjuk, hogy vegyük még újra, mert én szeretem. Én csak egyetlen egy dolgot hadd próbáljak ki, hogy nekem tökre tetszik minden, csak az az egyetlen nem, hogy a list behold, az megint, hogy, de ez igazából csak az én ízlésem, hogy nem szeretem, hogy ekkora távolság van a két, hogy mi az, hogy smart the list behold, és te azt valami olyasmit, hogy smart the list behold, vagy valami ilyesmi. Én nekem ez nem annyira világom, de ha ez a világ, akkor ez nem, a világ. Nem. Nézzük meg úgy, mert én szerintem ez még itt az elején, ez inkább jobb, hogyha mindenképpen feszesebb. És figyelj, hogy a hold, az arra figyelj már, hogy a végén legyen a D, hogy ez ne hold legyen. Az... Smart the list behold. Igen. Forróság, vízpart, az égbolt a perol. Lábam langyos vízbe lóg. Kis kocsban lángos, meg a gofris nyári leporelló. Smart the list behold. Hú, szerintem a fasza, egy dolog megint taperol volt, de érdemes volt újra énekelni. Taperol. Jó, akkor javítsuk ezt ki. Az égbolt taperol. Szerintem vegyünk még egy teljeset, jó? Csak erre figyelj. Én egyébként azt gondolom, hogy ez kurva jó volt már. Nagyon. Szerintem ez nem hogy közel volt, hanem hogy ez, szerintem már az volt. Én nem is vettem észre a taperolt, viszont nyilván te érted a szöveget, hogy jobban figyelsz rá, és nyomjunk még egyet. Forróság, vízpart, az égbolt aperol. Lábam langyos vízbe lóg. Kis kocsman lángos, meg a gofris nyári leporelló. Smart the list behold. Ez gyönyörűen el van mesélve. Szerintem az kell itt csinálni, hogy ez egy jóték volt, és az előzőből kivágni a Smart the list beholdat, mert szerintem az jobb volt az előzőből. Igen, és ezzel meg is vagyunk szerintem. Igen, gyönyörű történetmesélés van. Jól instruálható volt, de hogy erre meg nem ültünk rá, tehát hogy nem akartuk azt, hogy olyan legyen, mint amilyet mi szeretnénk, hagytuk, hogy szárnyaljon benne. És tényleg csak akkor szóltunk, hogyha úgy éreztük, hogy ez most olyan, ami átmegy azon a pici határon.
Ezt ennyire ilyen szimplába akarjuk itt az elején, vagy erősítsünk rá már egy duplával? Szerintem, mivel a zene is erősödik itt a következővel, és hogyha egy picit szaggatottabban énekeled a következőt, igen, akkor nem kell felvinni nagyon a dinamikát, mert a zene az meg fogja neked csinálni, és ahogy hallgatod, miközben énekeled, akarva akaratlanul mész utána. Önmagában a ritmika építi a dalszerkezetet. Jó, én is úgy gondolom, hogy szerintem ez még így bőven tud még plusz vokálok, meg plusz sávok nélkül épülni. Nagyon felkészült énekes. Nagyon gyorsan dolgozik, elképesztő munkabírás. Gyakorlatilag az, amikor már 2-3 órát énekelt, nekem már csak a nézésétől berekedt a hangom, és ő meg nagyon lendületesen csinálta tovább, és jókedvűen. Úgyhogy nagyon jó vele dolgozni. Pont most, mikor bújik el a nap, s lélegzetem elakad, odalép, és rám köszön, hello. Holnap hazarobog vonaton, messzi vármegyébe, jön a hétfő és az átlagos meló. Ez volt az szerintem. Igen. Én szeretek kipróbálni dolgokat, tehát nézzük meg, énekeljük fel. Ha jó, akkor tök jó, tök mindegy ki mondta, tök mindegy honnan jött az info, nem ez a lényeg, hanem hogy jó, működik. Ha meg nem, akkor is tök mindegy, kipróbáltuk, vesztettünk vele 2,5 percet. Áll-e Cuzán, menj, kit érdekel. Egyébként nekem a mostani dallamvezetés meg flow az egy picit a legvége az lecsúszik. Igen, nekem egy is picit, a legvége az. Mert az igen. Ez valami... Mint a kamaszok itt érzek a megszakadt szívajt egy kavaszakival. Nagy gázol torony irántani a végtelen semmi fejlődő. Egy picit besűjteném, hogy lehessen ezt így mondani. Pillanat. Elkapom. Nagy gázol torony irántani a végtelen... Csak nagy gázot, végtelen utakon a semmi felé dől. Én az utat már nem használnám. Jó. Bocsi. Én itt lehet, hogy valahogy ki is lépnék ebből a képből. Tehát, hogy hagynám ezt. Ez én itt is lezáródott, nagy gázzal torony iránt. Rohanunk, és hogy... Igen. Oké, és te azt mondtad, Dávid, hogy a nagy gázzal torony iránt az még oké lenne. Én azt mondtam, hogy szerintem igen. Szerintem is. Én nekem a másik része annyira nem jön át most, ami a végtelen semmi felé dől. De egyébként a felé dőlt... Igen, az meg szépen rámegy. A felé dől, az jó, szerintem. Vagy hogy felém dől. Ugye egy kamaszról írok, aki motorral megy ki a világból a semmibe, és felvetődött, hogy mi lenne, hogyha nem a semmibe menne, meg nem a végtelenbe, hogy az annyira teátrális. És azt hiszem, hogy ebben volt igazság. Én valami abban gondolkozom, hogy hát ha pont felém dől. Igen. Tehát, hogy hát ha pont felém. Igen. Azért megyek arra, mert tudom a vesztemet, hát ha pont felém dől. Igen. És egyébként a torony meg az, akihez megyek is, tehát így... Ja. Igen, mondjad? Mit mondtál, hogy mielőtt felém dől? Mielőtt véletlen felém dől. Nem. Hogy hát ha felém dől. Ja, hogy hát ha? Tehát azt akarom, hogy felém dőljön. Aha. Azta. Szerintem is, ez nagyon király. Az egy jó kép. Tökre tetszett nekem, hogy valaki megy egy toronnyal szembe, ami esetleg itt dől felé. Na mindegy, ez egy ilyen tök jó kis kép volt. Annyi jelzik, hogy torony iránt, a tam-tam-tam-tam, hát ha felém dől. Nem, ami hiányzó rész. Igen. Hány szótag? Azt mondja, hogy... Nagy gázzal torony iránt, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tehát, hogy ott kéne valami. Ami hát ha véletlen fel... Nem. Az nem jó a véletlen. Ami hát ha végre fel... Végre, vagy... Mert az jó, ami hát ha végre felém dől, ott az pont ritmikában van. Ami hát ha végre felém dől... És azt hiszem, hogy ez egy szebb kép lett. Úgyhogy ilyen formán én örülök neki. Én laptoppal érkeztem, én úgy jöttem, hogy ha javítani kell, akkor javítsunk. Tehát, hogy ebből a szempontból nem vagyok hiú csávó. Nem mondom, hogy mindenben meggyőzhető vagyok, de ebben pont meggyőzhető voltam. Úgyhogy szerintem ez teli találat volt, és örültem annak, hogy megtaláltuk a megoldást. Ja, örülök, hogy jobbak lettek a színek. Most már. Aha. Csak megértettem. Azt a teret, az
annak a mélynek a tere, az nekem nem tetszik. Jó. Srácok? Lehet azt csinálni, hogy először ezt a felvételi dolgokat? Igen. Jó. Szerkezetileg nem nyúltunk szerintem nagyon sokban hozzá ahhoz az alaphoz, amit hoztunk. Inkább díszítettük, vagy talán volt olyan rész, egy-két dolgot kiszedtünk, de olyan drasztikus változást nem kellett csinálni. Gyakorlatilag, ami a 6/8-os verzét átvezeti ilyen szögdécselős gitár a 4/4-es refrénbe, az első refrénbe. Uh-huh. Azt, ez az a téma, azt akarom egy ide. Nyári leporellós, már talizta hol? Most mikor újig el a nap, s tényleg Zatamála elak, oda lép, és rám köszön, hello. Holnap haza robog vonaton, messzi bármegyébe, jön a hétfő, és az átlagos meló. Akkor meg vagyunk a gitárra. És el tudod temetni a mixbe teljesen? Vagy használhatod az eredeti felvételt is amúgy? Az van, hogy ezt egyszer már kiszedtük egyébként tegnap előtt, vagy mikor, és jobban működött, hogyha benn volt szerintem. A gitár? Igen, azért, mert átvezeti a... Ja, a kiállásba? Igen. Aha. De ha megkérek, azt is berakod, ami volt. Csak nézzük már egy picit össze, hogy... Ja, de nem ugyanaz a téma? Nem, az jó lesz a másik téma, tehát amit eleve hoztunk. Az jó? Aha, szerintem az jó. Tehát most fölvettük, és mi utoljuk ki. Aha. Ugye? Akkor ez a feladat. Igen. Jó, ez menni fog. Mi azt szerettük volna ezekkel a kis feljátszásokkal, lábcint feljátszásokkal, meg gitár feljátszásokkal, hogy azt a fajta ilyen GPS monotonitást próbáljuk egy picit ellensúlyozni, ami amúgy a saját ilyen elektronikus jellegű zenénket adott esetben jellemzi. Arra gondoltam, hogy az egész végig. Én benne vagyok. Kavar kutyák, járjuk a várost, mezit láb a forró betonon. Vagy. Ide. Ja. Mindegy, hallgassuk meg a zenébe, jó? Jó. Belúpolom ugyanúgy. Köszönöm szépen. Pukkan fel a nap, s lélegzetem el a elakot, oda lép, csókot a csáó. Mindjárt az a robog vonatot, keleti vármegyébe, bízva, hogy van reinkarnáció. Nagyon jó. Bocsánat. Ja, ezt viszont egybe kell akkor venni, jó, ezt nem lúpoljuk. Köszönöm szépen. Akkor ezt még egyszer, jó? Oké. Mikor bukkan fel a nap, s lélegzetem el a elakot, oda lép, csókot. Sokat segített. Köszönöm szépen, főnök! Hazamehetek, ugye? Sok ellenben. Négybe felütésre így jönne egy ilyen tag, hogy igen. Arra gondolta, hogy esetleg 74-58-adban megérkezett a segítség. Kis paliritmus. Középen a záróvonalon. Most mikor bukkan fel a nap, s lélegzetem el a elakot, oda lép, csókot. Mindjárt az a robog vonatot, keleti vármegyébe, bízva, hogy van reinkarnáció. Hallod? Az kell bele? Az jó bele, igen. Szerintem igen. Csak egy kicsit hamar kezdted el nyitni. Kurva életbe, bazd meg. Még egy. Középen az elején talán lehetne ilyen pontozósabb az elején, nem? Hogy picit a magával a fejével. Aha, igen. Hogy csak a tetejét is, de hogy nem az a szélét. Az elején jöhetne tőled ebből picit az ilyen pontozósabb vizéből, ilyen... Főnök, az tudja a pontozást, mert... Középen a záróvonalon. Most mikor bukkan fel a nap, s lélegzetem el a elakot, oda lép, csókot a csáó. Mindjárt haza robog vonaton, keleti vármegyébe, bízva, hogy van reinkarnáció. Azaz. Attól paráztam, hogy a producer az nem fogja érteni, hogy milyen intuícióim vannak a dallal, mert tényleg egy loopot hoztam, amihez azt akartam, hogy hozzányúljon bátran, és az tök király, hogy a srácok ezt látták. Hagyták, hogy menjenek a zenével, és olyan dolgokat tettek bele, hogy működik. Egy olyat majd próbálj meg, Léci, hogy minden harmadik hangsúlyos, hogy cikötö, 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 cikötö
és az első, az elsővel kezdődően, ugye? Igen. Igen, de a bal kéz is ugyanolyan erős, mint a jobb. Rékas Attila úr, üdvözlöm! Szerintem a klipforgatás volt a csúcspont, mert ott igazából a munkánknak a gyümölcsét ott kielvezhettük. Főleg a veretés részt, ott szét tudtuk küldeni az öreg transportert. Nagyon jó lett. Itt a végén generációk takarító művi fognak erre söpörni a gangon.
Hát, ha egyszer végre, és elengedik a seplőt, hát, ha egyszer végre felindul. Na, ne vicceljük el, nagyon komoly lett, és nagyon köszönöm mindenkinek. Egyrészt van egy világrekordunk. Szerintem ilyenkor még ebben a napszakban nem végeztünk a dalfutárba. Gyorsak voltatok, tündérek voltatok, minden jól ment. Pedig én bevallom, hogy ettől tartottam, mert azon a ponton, amikor Kristóf elindította akusztikus, méghozzá régi felfogású akusztikus dalba 3/4-be, akkor azt hittem, hogy ez nehéz lesz. De egyébként nagyon megdicsérlek, és nagyon köszönöm neked, hogy egy nem várt módon egy ilyen örök recepthez nyúltál. Azt meg külön köszönöm, vagy szerencséd, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe akkor a munkásságodat, hogy ezek szerint mai vagy, de van benned egy ilyen kis finom régi szál, ez nagyon izgi. Köszönöm. Te rutinosan nagyon szépen ráírtad a szöveget. Neked meg azért jár dicséret, és azért legyél büszke magadra, mert olyan képeket, olyan fordulatokat hoztál, ami egy kicsit másik generációnak, ha nem sértődünk meg, is mondott valamit, és azonosultak vele, és tök jó volt, mert ezeként itt sokszor szokott probléma lenni, mondjuk, hogy szövegíró, zeneszerző, generációs hasadék nem mindig van átívelve, és akkor kell gyűrkőzni. Az a szó ne legyen, az ne legyen, ez nem. Itt alig volt ez. Úgyhogy köszönöm neked is. Én is köszönöm. Balaton, srácok. Mikor mutattátok először, akkor mivel ezt nem értem igazán, ezt a fajta zenét, még aggódtam, de aztán itt teljesen összeállt, és azt akkor is hallottam, hogy nagyon köszönöm, hogy intelligensen nyúltatok hozzá. Egy csomó dolgot megtartottatok, nem csak sound szinten az ő hangjából, de megtartottátok az ő egyik akkordmenetének a basszusjátékát, tehát nem engedtétek, hogy a saját, feltétlenül a saját ízlésetek, fantáziátok agyonnyomja az alkotótársaitokat, hanem abból főztetek, amit ők hoztak, és hoztatok valami olyat, ami amikor itt megszólalt, akkor generációk ide, generációk oda, mindenki azt mondta, hogy váááá, és nagyon jó. És aztán Dávid, neked meg azért jár a dicséret, hogy te meg erre olyat raktál rá, amitől meg ők viszont elkezdték azt érezni, hogy váááá, ez így nagyon jó lesz. Ez egy ilyen nagyon nagy váá, ilyen nagyon jó lesz nap volt. Attist is ritkán látom egyébként így, hogy ugye azért alapvetően végigmosolyogja a dolgot, és könnyű munka volt, nem? Nagyon easy volt. Tessék szépen bejegyezni az Artisiusnál. Megyünk. Legyen a kis megszületett gyereknek neve meg szertifikátja. Annál is inkább, mert nem mondtam eddig el, mert akkor mindenki máshogy viselkedett volna. Az Artisius felajánlott egy díjat. Ebben az évadban az Artisius felületein majd a nézőink szavazhatnak egy olyan művészre vagy csapatra, akinek az Artisius 1 millió forintos külön extra díját oda lesz ítélve, úgyhogy ez elég, ha utólag tudjátok meg, és ajándékokat is kaptok. Egyrészt tőlünk pólót, igyekeztünk mindenkinek a méreteit begyűjteni és a színeit, másrészt Shell-től, támogatónktól ajándékcsomagot, benne 25 000 plusz várt ponttal, meg de nincs is kártyám. Milyen kártyád? Vagy ez nem kell kártya? Kivel? Ez autó kell, kisfiam. Vagy hogy érted ezt most? Hát, hogy ilyen Club Smart, az egy kártya, a Smart kártyára van. Ezt kaptál, van, most van. Ja, egy kártyát is igen, kaptam ezzel? Igen, és egy QR-kódot van, tehát ezt el lehet intézni. Tehát digitália, hát kisunokám. Kivatalálva. Föl kell nőni. Meg egy-két csemegét, hogy ránk emlékezzetek. Te például nem ehettél éneklés közben mogyorót és mandulát és egyebeket, igen, mert az megfullaszt. Úgyhogy ezt mindjárt nektek át is adom, Analóg Balaton, két póló, egy kártya, zenekar, egy kártya. Szaki. Dávid, neked fehér pólót adtunk. Nagyon szépen köszönöm. És a fogad szeretettel az ajándékcsomagot. Marci, Lombos úr. Nagyon szépen köszönöm. Szürkét hajad ezüstjéhez illően, és egy pont. Nyilvánvaló, hogy ez Kristófé. Merci. Egészségedre. Merci. És azért a végére Atisnak is. Én is kapok? Bizony, te is kapsz. Ennyire? Igen, ma ennyire szépen dolgoztál. Nagyon szépen. Szívecskét is rajzoltak rá a kolléganők. De te csak 5000 pontot kapsz. Van filc, mert vettem. És ezen filcek segítségével fogjuk a traktoros képünket tartalmazó aranylemezt, amit megidelegeztem magunknak, szépen aláírni, mindenki aláírja mindenkinek, és iszonyatos boldogsággal távozunk. Ha ezt nem játssza a rádió, akkor van esze.
De ti, kedves nézők, eszetlenül szerettek minket, ezért akár ezerszer is lejátszhatjátok az összes dalfutárdalt. Például a Spotify-on. Már 38 remek kis alkotást pörgethettek az őszi strandtól egészen a frissen született, mintha egy nap lenne az életig. Ebből egy csomó rajta is van a dupla lemezen, ami igazán szépen mutat a karácsony falat, ahogy a többi popshop.hu-n kapható holmink is. Köszönjük ezt az évadot nagyszerű támogatóinknak is, akik értik, hogy mi az érték, és segítenek létrehozni. Tartsátok észben, hogy évadszünetben is kincset ér minden like és megosztás. Legyetek velünk, hogy veletek lehessünk, hiszen ahogy a költő mondja, dalfutár nélkül a life oly sivár, ezért a bölcs lájkol, s kivár. Magunknak egy vastag, és akkor vissza. Na jó van, köszönöm szépen, gyerekek, kifele! Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A Dalfutár mobilitási partnere a Skoda. A Dalfutárt és a zenészeket a Shell hozza lendületbe. A dalszerző az első. Artisjus.